Köszöntöm a Napilap csoport hallgatóit podcast csatornánkon. Hírportál hálózatunk nemrégiben elnyert egy uniós pályázatot, melynek részeként azt vállaltuk, hogy az Európai Unió kohéziós politikájáról cikkeket, videókat, különböző beszélgetéseket készítünk. Én Zámbori Bíró Tamás vagyok. A megújuló energia már a jelen. Az Európai Unió is már egyértelműen zászlajára tűzte. A jövőben még intenzívebben kell kiváltani a fosszilis energiahordozókat megújulókra. Az EU gazdasági stratégiájának részeként 2020-ra az energiafogyasztásban a megújuló energiaforrások 20%-os részarányát tűzte ki célul. Kiválthatóak-e teljesen a fosszilis energiaforrások? Mit érdemes figyelembe venni egy beruházásnál? Hogyan kell kalkulálni és optimalizálni a beruházást? Mennyi lehet a megtérülési idő, milyen uniós pályázatokat lehet igénybe venni hozzá. Többek között ezekről is beszélgettünk vendégemmel. Dénes Attila, a DD Solar Kft. Ügyvezetője, tulajdonosa, számottevő lakossági és vállalkozói beruházást vezényelt már le munkatársaival. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Ugye a témánk az a kicsit ilyen globálisabban a megújuló energiák. Jó magam is egyébként állandóan tervezem, hogy valamilyenbe majd bele fogok szállni, de hát még nem jutottam odáig, hogy teljes egészében meggyőződjek és összes információ birtokába kerüljek. Ti alapvetően napcellákkal és napkollektorokkal foglalkoztok, tehát napenergia hasznosítással foglalkoztok, de hát a megújuló energiák azért ennél sokkal szélesebb tartományt ölelnek át. És hát majd erről majd később, majd említés szintjén majd beszélünk, hogy persze van egy Európai Unió felé tett vállalásunk is az országnak ezzel kapcsolatban. De hát én meg azt mondanám, hogy szívem szerint a teljes magyar lakosság és az összes magyar háztartás álljon rá megújuló energiákra, de hát ennek talán most még korai a célzott megfogalmazása, ezt még nem tudjuk még elérni, pedig ez jó lenne. Igen, jó lenne. Igyekszünk ezen segíteni, hogy minél több háztartás kerüljön olyan pozícióba, hogy meg tudja ezt engedni magának, illetve hogy egyáltalán megkapja azt a szolgáltatást, amire szüksége van, illetve a termékeket, a rendszereket, amire szükségük van. Hogyan lehet definiálni ezt a megújuló energiákat? Ugye itt teljesen hétköznapi emberként, ha belegondolok, akkor látok szélerőműveket, vagy szélkerekeket, látok napcella, napelem parkokat, például nagyon sokat, látok egy csomóház tetején már napcellákat. Igen. Nagyon jó barátaim mesélik, hogy Ausztriában például már az összes ilyen, hát a várostól, a városi erőművektől távol lévő mezőgazdasági épületek, mint ilyen tehenészetek, vagy ilyen sertéshízladák tetején gyakorlatilag megtermeli saját magának az áramot. Igen. Ami egy nyilván egy fontos szempont, de hát akkor van ugye hőszivattyú, amivel ugye lehet ilyen szempontból ezek a nagyon, egyre többen kezdenek ezekkel foglalkozni. Te hogy látod ezeket, melyiket érdemes alkalmazni, és egyáltalán ezt ki lehet így mondani, hogy bármelyiket is? Hogy melyiket a leginkább érdemes használni. Igen. Hát ez egy állandó vita azért itt a szakmán belül is, hogy mi az, ami a leghatékonyabb, mi az, ami a legjobb árérték arányjal bír, és a legnagyobb hasznossága van az emberiség, hogyha egy kicsit globálisabban tekintünk rá első pillanatban. Ha globálisan tekintünk rá, akkor valószínűleg most a szélerőművek lehet a legnagyobb arány, szélerőműveknek lehet a legnagyobb, legmagasabb az arány, és ez bővül eddig a legjobban, viszont most ebben az évben, illetve már a tavalyi évben is áttevődött a hangsúly a napelemek, amelyekkel áramot termelünk, akkor rakjuk ezt is mindjárt tisztába, hogy a napelemmel áramot termelünk, a kollektorral meleg vizet állítunk elő, de majd visszakanyarodok még ide. Tehát most a napelemekre helyeződik a hangsúly, nagyon sok erőmű épül, Magyarországon is láthatóak ezek az úgynevezett kis erőművek itt a magyarországi. Ez amikor több napcellát látunk egymás mellett. Igen, főleg utak mentén tűnhet fel, hogy nem csak a házak tetejére, hanem ezek állványzatra szerelt, földre szerelt rendszerekről szokott szó lenni. És elég nagy kiterjedéssel, tehát megint a gazdaságosságát tekintve általában több úgynevezett kiserőmű kerül egymás mellé, tehát nem csak az a tartomány, ami egy egységet képez, hanem akár több ilyen egymás mellett. Ha még tovább is globális dolgokban gondolkodunk, akkor ugye itt még bele kell számolnunk a vízzel kapcsolatos megújuló energiákat. Van olyan ország, hogyha konkretizáljuk, akkor például Ausztria, aki azt teszi, hogy vízerőművekkel rendelkezik, ő nappal a szél és a naperőműveiből elérhető energiával felszivattyúzza a tározókba a vizet, majd éjszaka vagy este pedig, amikor kezdenek a másik energiák enyhülni, vagy kevesebbet termelni, akkor ezt kompenzálva visszaengedik, és ott termelnek a turbinák energiát.
több ilyen megoldás van. Van, aki már elérte azt tartományi szinten legalábbis biztosan, hogy teljesen 100% megújulóból megy. Én azt gondolom, hogy egyébként globális szinten ez nagyon nehezen elérhető kategória. Nagyon sok előadásra, konzultációra és konferenciára járunk, ahol a legtöbb esetben ezt meg is erősítik a statisztikák is, illetve a szakértők is, akik csak ezekkel a tervezési dolgokkal foglalkoznak. Tehát, magyarán akkor a fosszilis energiákat, ugye mint a gáz, a kőolaj, a szén, ha jól sejtem. Szén és az atomerőmű is. Gyakorlatilag nem zárható ki teljes egészében. Nem, én úgy gondolom, hogy ez rövid időn belül biztosan nem. Ugye a szakértők vélemény alapján is ez biztosan nem. Én az a tartomány látható, hogy mondjuk egy 80% körüli értékig biztosan elvihető, relatíve könnyen, igazából itt csak gazdasági motiváció, meg finanszírozás kérdése ez a része. Ami onnantól fölfelé a százalékok, vagyis mondjuk növelését illeti, ami jelentősebb lépés, vagy nehezebb, jelentősen nehezebb és lassabb folyamat lesz, de hát először érjük el ezt a tartományt. Azt kívánunknak. No, ugye azt is látom egyébként, hogy ahol mondjuk új, most ráadásul ilyen építkezési robbanás is van egyébként Magyarországon, ott azért már nagyjából általában figyelembe veszik ezeket a technológiákat, de mondjuk tételezzük azt fel, én például egy elég régi házban lakom, parapet gázkonvektorral fűtök gázzal, nagyon-nagyon szívesen lecserélném. Nyilván sokan vannak így egyébként Magyarországon, és amikor ilyenkor szoktam beszélgetni, aki egy picikét jobban élt hozzá, mindig azt mondja, hogy persze, de akkor még a szigetelés is, meg a nyilászárótnak a cseréje is még sorolhatnám, és akkor hirtelen akkor azt mondom, hogy állj, ennyi nincs, viszont nyilván, mivel én is egy klasszikus, átlagos, lusta állampolgár vagyok, azt szeretném, hogyha két nap alatt föltennék a tetőre, és onnantól kezdve, akkor ezek szerint a 80% az energiámnak megtérülne. De hogy lehetséges-e ez, tehát hogy mondjuk ilyen szempontból a beruházás az mondjuk milyen, nagyjából milyen volument igényel pénzben, időben például. Rendben. Hát először is akkor magáról az energia hatékonyságról, meg úgy egyébként az épületekről, azt érdemes tudni, hogy ilyen sok összetevős, ahogy elmondtad, valóban. És mindig mi is megerősítjük az épületgépészek által elmondottakat, hogy a napelem az önmagában nem egy megoldás, hanem összetett dolgok ezek. Talán a szigetelés az az első lépcső, amit általában a legérdemesebb mind beruházás először végrehajtani, ugye, hogy ne menjen ki az a sok energia, amit az épületbe bevittünk. Minden más az általában vagy jelentősebb beruházás igénye van, vagy nagyon nagy átalakítás igénye van, tehát sok problémával jár, vagy körülményes a megvalósítása, de ha visszakerülünk magához a napelemes részhez és az esetleges épületenergetikai téma, az akkor azt tudom rá mondani, hogy ha csak azt az energiamennyiségét kell megtermelnünk első körben erről beszélve, ami az úgynevezett házfogyasztást, amiben nem számolunk bele a fűtés-hűtésre szükséges energiamennyiséget, akkor a háztartási méreteknél a jellemző tartomány 1,5 millió és 3,5 millió forint közötti összegbe mozog, hogy kezdjük mindjárt ezzel a részével. Ja. Ami pedig teljesítményet illeti, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 1,5 kilovattnyi teljesítménytől, már hogy ez a naperőműnek a teljesítményét illeti, és mondjuk ez elmegy olyan 7 kilovattos teljesítményt, ebben a tartományban mozog a rendszereknek szerintem a 85-90%-a. Hogy mit jelentenek ezek a számok, ezt lefordítom, vagy akarom lefordítani olyan tartományra, amit a magán felhasználók is értetnek. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a legkisebb rendszerek általában ilyen 10-12 ezer forintnyi villanyszámlához kapcsolódó összeget tudnak megtermelni, a nagyobbak meg mondjuk 30 ezeres, 30-40 ezer forint közötti tartományban lévő villanyszámla értékét tudják megtermelni. Tehát az energiamennyiség, ugye kilovattóra, ezeket számoljuk mi ki, hogy az adott háznak, az adott igényeknek megfelelően, illetve a tető kialakításnak megfelelően mit tudunk ott megtermelni. Ez is egy viszonylag összetett folyamat és feladat, mert hogy egy normál déli tetősík, ami egy ideális helyzet, és mondjuk 35 fokos dörjészszöggel, ez nem kihívás. Ez azt mondom, hogy ez nem probléma. A problémásabb, nehezebb, bonyolultabb esetek azok, amikor tagolt a tető, több síkon kell dolgozni, árnyékhatást kell figyelembe venni, tehát ezeknek a megoldása azt mondom, hogy munka és időigényesebb. Mondták nagyjából már járakat, ilyenkor mindig gondolom az ügyfeleknek a döntő többsége is mindig akkor megkérdezi, hogy megtérülés. Igen. Ez, hogy lehet ezt kiszámolni? Nyilván az ember kalkulál mondjuk egy villanydíj vagy egy áramdíj növekedéssel is, csökkenést azt nehezen tudok elképzelni, de mondjuk legyen akkor növekedés. Ezt is belekalkuláljátok? Az
Az egyszerűbb számítási módszer az, hogy nem kalkulálunk növekedést, mert hogy ez a hát nem reálisabb, inkább azt mondom, hogy a legkézzelfoghatóbb az ügyfél részére. Tehát első körben annyit szoktunk tenni, ami viszonylag egyszerű, hangzik is, hogy ha tudjuk, hogy most nagyságrendileg 40 forintba kerül 1 kWh energiát megvásárolni a szolgáltatótól, van egy rendszeremnek az ára, ezt elosztom egymással, és meg fogom tudni azt kapni, hogy akkor ez nekem hány kilovatóra. Várjál, bocsáss meg, megkapom a villanyszámát. Igen. Azon rajta van ez a havi fogyasztás, igaz? Tehát gyakorlatilag, hogyha azt megnézem, akkor az nekem már egy mutatót fog adni, amivel föl tudom hívni a XY beruházó céget, hogy akkor na tessék, nekem akkor ennyi a fogyasztásom, erre akkor mit tudtok kitalálni? Igen, ez így szokott kezdeni pontosan így a felmérés, hogyha amíg a nem a műszaki dolgokat ellenőrzzük, akkor maga az alapvetés, az, ami szükséges, az ezt kell tudnunk, hogy mennyi az a megtermelendő energia. Ez egyrészt a villanyszámlán értéke. Másrészt, amikor ha már beszélünk és beszélgetünk dolgokról, akkor viszont szóba szokott jönni az épület energetika, ami a második lépcső, amit most az előbb nem részleteztem. Tehát a növekvő igények, hogy mi az, ami még később ki igény lehet, tehát ezekről én szoktam is beszélni. De egészen odáig menve, na arra mindig közben fogsz szólni, hogy egészen odáig menve, hogy mondjuk például mondjuk, hogyha a gyerek felnő, akkor az ő szobájában is lesz egy laptop, akár meg lesz egy nagy tévé, meg egy biztos, hogy melege lesz a kamaszlánynak, tehát akkor lesz egy... Igen. A fordított irány is igaz, tehát azt is figyelembe vesszük, hogyha egy olyan háztartásba érkezünk, ahol mondjuk 10 évesek, tínédzserek a fiatalok, akkor ott lehet számítani arra, hogy hamarosan kirepülnek, és kevesebb lesz a fogyasztás. Aha. Viszont több olyan fogyasztó van, ennek ellenére is, ami a, hát azt mondom, hogy a jelenlegi klímaváltozásnak köszönhető, illetve egyéb külső hatásnak köszönhető, amit fel szoktam hívni, el is mondom inkább gyorsan. Tehát például épület energetikában az első lépcső az, hogy valószínűleg nyáron hűtenünk kell, télen, ha nem is kell többet fűtenünk, mert hogy melegszik a klíma, az akkor is több lesz az átmeneti időszak adott esetben, és az átmeneti időszakokat át tudjuk hidalni. Nem csak azokat egyébként, de mondjuk jellemzően azokat tudjuk átadni a legegyszerűbben, mondjuk hőszivattyús és ilyen legegyszerűbb hőszivattyús berendezést az inverteres klímákkal. Tehát általában ezek jönnek szóba, hogy klíma. Ha a klíma szóba jön, akkor viszont itt a fogyasztás, illetve energia szükséglet nagyságrendje, azok mindig 1000 kWh-ban mérhetők. Tehát nem olyan, mint egy, teszem azt, egy számítógép, ami 50 watt, és mondjuk éves szinten el tudunk pár száz kWh-t, hogyha folyamatos üzemben van használni, hanem itt 1000 kW-kal nő mindjárt az igény, vagy pedig csökken, ha használat irányát figyelembe vesszük. A másik ilyen, ami egy hát közeli jövőnek gondolom, az elektromos közlekedés, elektromobilitás. Mondjuk egy elektromos autó esetében azzal tudunk számolni, hogy mondjuk egy 10.000 km-es futásteljesítmény, éves futásteljesítményhez szükség van körülbelül 2000 kWh energiára. Tehát ezeket mind el szoktuk mondani, meg szoktuk beszélni az ügyféllel, hogy mik a várható igények, mik lesznek azok, amik egyik vagy másik irányba módosítják az energia szükséget, és utána számolunk, arra kalkulálunk. Ez nagyon jó, tehát akkor úgy kell fölkészülni egy ilyen megbeszélésre, meg egyébként is érdemes ezt végig gondolni, a következő 5 évben milyen háztartásbeli változások lesznek, hogy új gyermek érkezik, a régi gyermek távozik, nem tudom, elektromos autót akarok venni a következő 15 évben, már pedig valószínűleg sokan vannak így, akkor ezt érdemes belekalkulálni. Igen, és úgy kell belekalkulálni, hogy nem most azonnal termeljük meg hozzá a szükséges energiát, hanem olyan rendszert kell választanunk, ami majd képes lesz arra, hogy én 10 év múlva is bővíthessem, és akkor fogom megtermelni szükséges energiát hozzá. Ez már ugye nagyon nem mindegy, tehát a kiindulási pont, hogy milyen rendszert választunk, ennél ez egy választó víz, tehát egy nagyon fontos döntés már eleve. Okay. Tehát akkor van egy terv, ami nagyjából pontos, és akkor annak van egy költsége. Igen, erre készül egy költséget, és a költséget is befolyásoló tényezők, hogy amit tettem, a tető, irány, dőlészök, stb. Tehát van egy pár műszaki dolog, amit figyelembe kell venni. Még ha nagyon műszaki részletekbe akarok menni, akkor azt kell megnéznünk, hogy mit kapunk a szolgáltatótól, milyen teljesítményünk van. Mert hogy egyébként ugye a szolgáltató hagyja jóvá, akinek egyébként kötelező átvenni az energiát tőlünk. Igen, erre ki akartam térni majd, igen. Jó, akkor csak említés szintje legalább ennyi, hogy kötelező átvenni az energiát tőlünk, és éves szaldóban számolunk el vele. Aha. Általában, legalábbis abban az esetben praktikus így választani az elszámolást, hogyha ténylegesen megtermelünk annyit, mint amennyi a korábbi fogyasztásunk volt. Aha. Ha úgy méretezzük a rendszert, akkor éves szaldóval célszerű elszámolni. Hát, hogy magyarán mondjuk nyáron sok a napsütés, nekem napcella van a tetőn. Igen. Én folyamatosan küldöm be az áramot, hiszen kevesebbet használok el, mint amennyit egyébként megtermelek, az megy be, viszont télen, amikor hideg van, és mondjuk fűtésre is használom mondjuk adott esetben a klímát, vagy bármilyen más
belső fűtési rendszert, akkor gyakorlatilag többet használok, de nem fizetek többet, hiszen akkor kevesebbet termelek, de gyakorlatilag ez akkor lenullázódik. Tehát igen. Kiegyenlíti. Tehát a nyári túltermeléssel megtermelem azt az időszakot, amikor már kevesebb lesz a termelés, de nagyobb lesz a fogyasztásom, ennek kell kiegyenlítődnie. Ez az, ami a mi feladatunk, hogy mi ezt jól számoljuk ki, igen, hogy ebben ne legyen tényleg. Na és mi van akkor, hogyha pluszban marad bent? Mert ugye ilyet is hallottam, mert egyébként ilyen kocsmai beszélgetések során, hogy ez egy hatalmas biznisz, mert akkor utána már kvázi inaktív jövedelemként jelenik meg az, hogy az, ami visszajön. Egyébként valós, tehát a tekintetben mindenképpen, hogy van rá mód, hogy azt számlázza ki a magánfelhasználó a szolgáltató felé. Nem túl gazdaságos egyébként, mert hogy a beruházás értéke viszonyítva ahhoz a kilovattóra árhoz, ami mondjuk most a nagyságrendjét mondom 20 forintos tartományban mozog, tehát mondjuk körülbelül fel annyiért tudjuk mi beszámlázni a megtermelt energia árát, vagy ezt a mennyiséget, mint amennyiért egyébként a szolgáltatóra megkapjuk, illetve úgy pontosítanék, hogy a kilovattóra, tehát az energia értéke azonos, mert az elszámolás egy összegen történik, csak hogy ő kiszámlázza az egyéb díjakat is, ami a számlán látható részletezés szerint ott van, ezzel nő meg az ő részéről, mi ezt nem számlázhatjuk a szolgáltató felé. Na figyelj ide, akkor nézzünk egy átlagos házat. Rendben. 60 négyzetméter. Mondjuk ilyen 20-30 éves technológia, tehát mondjuk a rendszerváltás után épült ház. Mondjuk átlagos a hőszigetelése, vagy ez az energetikai minősége. 60 négyzetméter, most tudom, hogy a dőrészszög is, meg az, hogy most mondjuk van nyugati fekvésű, nem tudom én, tetőrésze is, meg van egy picike, de ez nagyjából mennyi beruházást igénye, egyszeri ugye, beruházási költségként, elvégzi egy cég, és akkor gyakorlatilag mennyi időn belül térülhet meg? Értem. Jó. Kezdem onnan, hogy ahogy az előbb is említettük ezt a villanyszámla kérdést, a számlából ki tudunk nagyjából indulni. Ez nagyon különböző lehet, azért kezdem innen, mert hogy nagyon különböző tud lenni, hogy hány fő lakik egy adott helyen. Tehát ahogy említette a gyerekeket, például, hogyha egy kétfős felnőtt pár lakik ott, akkor ők valószínűleg sokkal kevesebbet fognak fogyasztani, mint hogyha mondjuk még további három gyermek van, aki viszont a világítással, külön szobával, egyéb dolgokkal energiát használ. És nem mellesleg ugye az egyéb szolgáltatások, mosógép, mosogatógép, szárítógép, hogyha ezekről beszélünk, még egy érdekesség, akkor közben a szárítógép az egyik legnagyobb fogyasztó a házban. Tehát ezeket a berendezéseket használjuk, de ezt most hagyjuk is, az anélkül, hogy van egy értékünk, kiindulunk a jelenlegi számlából. Ez egy nagyon jó viszonyítási alap. Ha nem megyünk épület energetikai irányába, hanem ezt akarjuk megtermelni, akkor megint csak azt mondja, hogy átlagot veszünk. Úgy gondolom, hogy mondjuk ez egy 4 kW teljesítmény, tehát mondjuk azt mondom, hogy van egy 15 000-16 000 forintos villanyszámlája. Most ez déli tetőn lenne 4 kW teljesítmény elegendő nagyjából, amivel meg lehet termelni. Most becsülök egy összeget. Nem nagyon szeretek becsülni, mert ha kevés, akkor az a baj, ha sok, akkor az a baj. De mondjuk a tartomány olyan, hogy 2 millió forint plusz mínusz 200 000 forint rendszer elemektől függően, hogy milyen minőségű panelt választunk, hogy milyen jellegű invertert választunk, tehát az összetevő körülbelül ilyen tartományban van. Tehát azt számolhatjuk ki, hogyha megtérülést szeretnénk számolni. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy pont ezeknek megfelelően mondjuk 8 és 12 év között szokott lenni a tartomány a megtérülésnek. Hogyha nagyon kedvező áru, kicsit csúnyában megfogalmazottan, nagyon olcsó elemekből válogatjuk össze, hagyományos rendszert válogatunk, akkor lehet, hogy elérjük ezt a 8 éves tartományt, még lehet, hogy ennél picit kevesebbet is, de való itt. Hogyha nagyon jó minőségű, inkább prémium jellegű, esetleg dizájnra is megyünk, és akkor mondjuk ilyen színű panel, olyan színű panel, stb., akkor meg elérjük azt a 12 éves tartományt nagyjából. Tehát ezek között mozog jelenleg, mert ugye azt tudjuk, legegyszerűbb számítási módszer annyi, hogy elosztom a beruházási költséget azzal a havi összeggel, amennyit tud nekem termelni, és akkor megkaptam, hogy hány hónap alatt térül. Tehát végül is a számítás viszonylag egyszerű, de persze ezt azzal adnak figyelembevételre nélkül, amit tettél, hogy nem veszük figyelembe, hogy drágul az energia, valószínűleg drágulni fog az energia. De ez akkor ezt úgy képzeljem el, hogy nyilván nektek már vannak ilyen ügyfeleitek, de ezt úgy képzeljem el, hogy megjön a villanyszámla és az nulla? Ezt úgy igen, hogy a villanyszámla, tehát nincs is villanyszámla, kezdjük itt, hogyha ha éves szaldót választunk, hogy éves elszámolás van, akkor évente egyszer történik számlázás a szolgáltató részéről, nincs is részszámla. Azért nincs részszámla, mert nullás számlát ne küldjenek. Van még egy minimális alapdíj, 1800 forint éves díj most éppen. Ez azért, hogy egyetlen az órát ott van és hogy szolgáltatnak. És azt kell tudni róla, hogy akkor
ha mi jól számoltunk, akkor valószínűleg az elszámoláskor is így lesz, hogy inkább pozitívban lesz a mérleg, nem kötelező beszámlázni, de lehet beszámlázni. Ha egyébként negatívban lenne, akkor se szenved el igazán hátrányt az ügyfél, mert akkor annyi történik, hogy azon a valamilyen a szerződés szerinti kilovattóra értéken, ami az új szerződésében van, és ezeknek a díjak kifizetése mellett kiszámlázzák neki a túlfogyasztása. De induljunk ki abból, hogy akkor egy konkrét új rendszerről beszélünk. Ha új a rendszer, akkor még egy dolgot szoktam javasolni figyelembe venni, nagyon fontos, hogy az első évben a megvalósuláskor lehet tört év ez a szaldó. Mert hogy eddig az a jellemző a szolgáltató úgy jár el, hogyha egy adott helyen mondjuk márciusban történik az óra leolvasása, most ez mindegy, hogy egy gombnyomással vagy a leolvasó által, és mondjuk megvalósul szeptemberben a rendszer, akkor odáig ugye fél év telik el, viszont az elszámolás megtörténik a márciusi időpontban. Tehát ott még lesz egy számla az első tört évben. A többi számla viszont már nullának kell legyen, hiszen akkor már márciustól márciusig termel a rendszerünk, és innentől kezdve a 365 nap alatt jól méretezett rendszer esetében nincsen fizetendő díj, csak az 1800 forint, ami az éves szolgáltató díj. Az Európai Uniónak egyébként a következő kohéziós ciklusban, ami 2020-21-től várható, nemrégiben beszélgettünk Tuka Ágnes, aki EU szakértő, és ő is említette, hogy a klímapolitikára nagyon-nagyon sokat szeretnének, vagy többet szeretnének költeni egyébként a következő ciklusban, ami hát nyilván indokolt. Most, hogy ez meg fog jelenni Európai Uniós pályázati forrásokban, vagy nem fog megjelenni, ugye ez még a jövő zenéje, de vélhetően meg kell, hogy jelenjen. Most, hogy ez intézmények, közületek, vállalkozások, vagy akár a lakosság számára, ez is még az országon belüli döntéshozatalt igényel. Viszont a tény az, hogy nagyon szeretne elmenni az Európai Unió ebbe az irányba. Jelenleg van-e bármi olyan forrás, ami esetleg a lakossági felhasználást, vagy akár a céges felhasználást megkönnyíti? Mert azért ez egyszeri beruházásként ez bizonyos szempontból jelentős lehet. Viszont én azt gondolom, hogy az, aki ezt megcsinálja, pont itt az átlag 60 négyzetméteres, szerintem az nagyjából átlagnak számít, ő gyakorlatilag elég rendesen megkönnyíti ezt követően a háztartásnak a fenntartását. Az azért elég nagy falat. Igen. Ketté mondanám, ha te is említetted közben a cégeset és a magán személyek részére pályázati lehetőségeket. A cégesre kezdeném, mert azt viszonylag egyszerűen le tudjuk tudni. A tekintetben, hogy a cégek részére általában konkrét energiahatékonysági pályázat, vagy legalábbis most ebben a pillanatban nincs ilyen nyitott, viszont olyan jellemző, hogy valamilyen eszközbeszerzéshez kapcsolódó megújuló erőforrás is tartalmazó pályázati elem lehessen benne. Ezt a pályázati írókkal érdemes egyeztetni, ők mindig tisztában vannak vele, hogy melyik pályázathoz milyen mértékű, milyen arányú beruházás kapcsolható. Tehát mondjuk például a telephely bővítés, vagy akár csarnok bővítéshez esélyes, hogy mondjuk hozzá lehet kapcsolni. Akár igen, vagy a gépbeszerzéseknél, tehát ami most például biztosan nyitott még pályázati szempontból, az eszközbeszerzéses pályázatokon belül ezek a típusok, amelyeknél a gépbeszerzéshez lehet még hozzátenni a bizonyos arányban a megújulókat is. Magánszemélyeknél viszont itt részletesebb a dolog, meg erről több információt érdemes tudni. Ott pedig egy olyan lehetőség adott, a Magyar Fejlesztési Bank által biztosított lehetőség, ami szintén egy energiahatékonysági hitelprogram, ez a pontos elnevezése, hitelprogram, amelynek a felépítése az, amiről annyit érdemes tudni, hogy ha a nevében benne is volt, hogy hitelprogram, hogy gyakorlatilag egy projekt esetén a pályázati összegnek a 10%-ával kell rendelkezni, mint önerő, és a fölmelő 90%-a pedig egy 0%-os kamattal, kezelési költségmentes, tehát egy 0% THM-es hitelt kapunk. Ez a hitel ráadásul úgy érhető el, hogy ez 20 éves futamidejéig kitolható, tehát gyakorlatilag praktikus okokból ezt érdemes is, ugye nincsen kamat. És az önerő meg egy viszonylag kis összeg. Ez magánfelhasználók esetén, ahogy ha mondtam azt a tartományt, hogy másfél millió, 3,5 milliós forintos projekt, akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy 150-350 ezer forintos beruházással megkapjuk azt a rendszert, amiről az előbb beszéltünk, ami nekünk a 100% energiát, mármint legalábbis a házfogyasztási energiánkra elegendő energiát tud megtermelni, és utána a felmaradó összeget pedig hitelformájában kapjuk meg. Az a hitel, én most tudok arányokat is mondani, hiszen elég sok ilyen pályázatot viszünk végig, vagy legalábbis segítünk benne, hogy pontos legyek. Az az összeg pedig, ami a törlesztő részlet szokott lenni, ennek köszönhetően a villanyszámlához képest mondjuk nagyjából a fele. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy megszűnik a villanyszámla. Tehát nincs villanyszámla,
volt X a villanyszámlám, 12 ezer, 15 ezer forint, mostantól számítva, hogyha egy ilyen pályázatot végigvittünk és megvalósul egy ilyen projekt, akkor mondjuk 7000-8000 forintos tartományban van, és ez meg fog szűnni. A számla sem szűnik meg, hiszen a szolgáltató szolgáltat, vagy az energiát részünkre. Igen. Tehát ez úgy gondolom, hogy ennél jobb forrást nem is tudunk, nem hogy jelenleg, hanem eddig sem volt. A korábbiak is, amelyeknél visszanemtérítendő támogatás is volt a pályázatnak az eleme. Ott az volt a kerékkötő, vagy inkább azt mondom a nehezítő körülmény az ügyfelek részére, a magánszemélyek részére, hogy rendelkeznek kellett azzal a tőkével, amelyből megvalósította ezt a beruházást. Tehát ha valaki nem rendelkezett 2-3 millió forinttal, hogy ezt először megfinanszírozza, majd utólag visszakapja annak valamely részét, bizonyos arányát, akkor nem tudta megvalósítani. Itt azt mondom, hogy ez az összeg, hogy 150-350 ezer forint gyakorlatilag egy közepes tévének az árszínvonalát képviseli, a törlesztő részlet meg még annál kevesebb is. Tehát egy nagyon elérhető kategóriába került. Jó, és hát ugye ez akkor akár még változhat is, majd meglátjuk, hogy a következő kohéziós ciklusban akkor mi lesz. Itt azt nézem, egyébként nekem van egy ilyen Eurostat számom, hogy ez 2016-os számok és ilyen 2020-ra vonatkozó célkitűzések a megújuló energiaforrások felhasználása az Európai Uniós országokban, és itt látható, hogy Magyarország hát a középtartomány alatt van egyébként itt teljesítésben, illetve a célkitűzés teljesítésében. Azonban van egy másik ilyen papírom, aminél már az látszik, hogy minthogyha már ki is pipálhattuk volna, mert a célt azt elértük. Elértük a célt? Vajon? Hát, mivel én azon nálunk a cél nem az, hogy elérjünk egy normát, hanem a lehető legmagasabbat, tehát gyakorlatilag minél többen hozzájussanak ehhez az energiaforráshoz. Én úgy gondolom és úgy tudom, hogy nem értük el azt a célt, ami a megvalósítandó cél, de nagyon erősen tudunk közelíteni ehhez. Tehát ezzel a finanszírozással nagyon intenzív lett a beruházásoknak a gyakorisága, illetve a darabszámos értéke is, és így akkor a teljesítmény is radikálisan növekszik. A háttérinformációkról még annyit tudok, hogy a pályázat kírók is elégedettek a forgási sebességgel mostanra, mert hogy egyébként azt érdemes még tudni erről, hogy ez a lehetőség ez tavaly is rendelkezésre állt, csak más feltételekkel. Az idei évben a feltételeken változtattak, könnyítettek igen. Több lépcsőben és több tekintetben. Ennek köszönhető egyébként ez a robbanásszerű megugrás. És most még annyit érdemes tudni, hogy most az októberi hónappal még nem kaptuk meg erről az értesítést, de arra számítunk, arra várunk, hogy még egy kicsit kiszélesítik a körét azoknak, akik ezt elérhetik. Miben? Hát, hogyha nagyon konkrét szeretnék lenni, akkor arról van szó, hogy eddig társasházaknak nem volt lehetősége, vagy társasházakban élő magánszemélyeknek nem volt lehetősége, mert csak azok a társasházak voltak jogosultak pályázatot beadni, ahol úgynevezett osztatlan közös tulajdonról volt szó. Most mi úgy tudjuk, hogy ebben lesz változás, megvárjuk, hogy mik a változások, de tudomásom szerint további könnyítések jönnek, ami még egy kicsit ösztönzőleg fog tudni hatni a lakosság számára. Szuper. Köszönöm szépen, Attila, hogy itt voltál. Én végre fel tudtam tenni egy szakembernek olyan kérdéseket, amiket mindig is szerettem volna feltenni, hogy kicsikét ilyen önző módon hadd mondjam ezt, de hát remélem, hogy a hallgatók is tudtak ebből merítkezni, és hát jó néhány hasznos, vagy hát gyakorlatilag információ is elhangzott. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget.